Neve József Attila. Született 1905. április 11-én. Azt mondják, késsel a kezemben. A Pesti Színháznak vagyunk az erkélyén. Itt játsszuk a Mondj Adatikám címdarabot. Pontosan játszom. Ez a darab József Attila életéről szól tulajdonképpen. És legalább annyira rólam, és legalább annyira rólunk. A kórházi ágyam mellett volt egy új szövetség. Elhatároztam, hogy a krisztusi tanítás szerint új szövetséget kötök magammal, különben bele fogok borondulni abba, hogy minden nőbe szerelmes tudok lenni. Számomra egyértelmű volt, hogy a József Attila lelke és lelkének kutatása, meg az ő irányai és szelleme az egy feladat minden magyar ember számára, vagy akinek a magyar kultúra egyáltalán mond valamit. Esperzit János megengedte, hogy a vendégszobájukban lakjak Makón, ahol a szomszéd szobában lakott a lánya, Caca. Egy olyan 3-4 hónapig írtam, és akkor 2 hónapig csináltuk ezt a monodrámát. Amikor írok, akkor a forrásanyag választás az egyik legizgalmasabb dolog, mert megvan, hogy mi a téma, és akkor van egy körülbelül egy hét, amíg járom a könyvtárakat, hogy mi ezzel a témával kapcsolatos felelhető irodalom, meg tanulmányok. És hát József Attila irodalom az végtelen sok. Tehát egy olyan nagyjából 8000 oldalnyi szöveget gyűjtöttem össze, és akkor abból állt össze egy 100 oldalas szövegkönyv. A legtöbbet Asperján György könyvéből dolgoztam. Ő 17 éven keresztül írt egy József Attila életregényt. A darabnak nagyjából a negyede vers, több mint 30 vers szólal meg benne, de beleágyazva a szövegbe. Azt, hogy stációkra bontom a darabot, vagy az életét, ez Asperján Györgynek az ötlete, tehát ő is az életregényben stációkkal dolgozott. Kvázi a krisztusi keresztutat vonja párhuzamba József Attila életével. Ez az én asztalom. Itt mindenkinek fel van címkézve, itt Kern Andris, Hevér Gábor, ez az enyém, ez is az enyém, szerencsére ez a fiók. Mondj Adatikám előtt itt magányomban nagyjából így néz ki az asztal. Nagyon szeretem ezt a képet József Attiláról. Ez az a tekintet, amit keresek a darab végén. Szóval itt rá szoktam tenni a kezemet, és akkor az előadás előtt egy ilyen fél órával így kvázi beszélgetek vele. Tulajdonképpen ez a fekete csipkekendőnek a jelenléte, ez a mamának a szimbolikája, ez is így szokott lenni. És ha 7-től játszom, akkor olyan 5 órára szoktam bejönni, fél 5-re, és elkezdek hangolódni. Minden darabnál más-más zenéket hallgatok, más lámpákat kapcsolok föl. Van amelyik előtt lezuhanyzom, van ahol utána zuhanyzom, van amikor nem eszem előtte egy napig, van amikor nem alszom előtte, van amikor pont jó, hogyha ebédelek. Tehát minden darabnál megvannak a különböző szokásaim, amiket tartok, hogy minél inkább lelkem úgy tudjon működni. Na de hogy került az a kés a kezébe, kedves Attila? Ez egy jó kérdés. Egy kés benne egy alapmotívum. Van egy vers részlet, hogy késsel a kezébe született. És én ezt próbálom végighordozni a darabon. Kvázi ez a kriminek a kérdés felvetése a legelején, hogy került kés a kezébe. Tehát az alapszituáció tulajdonképpen egy, mintha pszichoanalízisben ülne. Az előadás felén lejön egy plexifal, ami én nem látok ki, csak a nézők látnak be, tehát olyan, mint egy vallotószoba. Én megpróbáltam egy olyan színészi állapotba kerülni, vagy egy olyan létezést véghez vinni, ami olyan, mint amikor valakit úgy nézel, hogy ő nem tudja, hogy nézed. Judit, gyere, kelj föl! Judit, kelj föl! Ébresd meg föl! József Attilának maga a költészete úgymond nem inspirált, inkább a József Attila gondolatvilága és személye inspirált, de nem is a költészetemet, nem is az írásokat, hanem az én életemet.